Beszélgetünk itt róla, hogy miről érdemes beszélgetni. Történt-e valami érdekes az elmúlt két hétben? Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Aztán megállapítottuk, hogy hát persze, ezt nem lehet túlbeszélni, mert egyelőre ez a magyar közélet legfontosabb kérdésköre, ami történt az elmúlt két hétben. Úgyhogy ezt is fogjuk most tenni Kacsó Dániellel, a Mandiner főszerkesztő helyettesével és Nagy Attila Tibor elemzővel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Örülök, hogy itt vagytok. Szóval, jó estét. 25. évértékelőjét tartott a miniszter a Várkert bazárban, és nagyon sokan azt várták, hogy név szerint említve azokat, akiket ő hibásnak gondol, megnevezve azokat, akik elkövették azt a hibát, amit ma kegyelmi ügyként szokás említeni, tiszta vizet önt a pohárba, és van, aki szerint ez elegendő volt, van, aki szerint pedig hiányérzete kellett, hogy maradjon az embernek azután, hogy Orbán Viktor lement a pulpitusra, mert nem mondta ki Novák Katalin nevét, nem mondta ki Varga Judit nevét, bár megemlékezett róluk, és nem mondta ki Balogh Zoltán nevét sem, aki ennek a történetnek vélhetőleg az egyik mozgatója. Mit gondoltok ti erről? Tudom, hogy alapvetően inkább az ellenzéki nyilvánosságban van egy olyan narratíva és olyan elképzelés, hogy mindenről is Orbán Viktor dönt, és minden az ő hatókörébe és hatáskörébe tartozik. Azt gondolom, hogy hát gondolod bárki bármit, én azt gondolom, hogy ennél bonyolultabb az úgynevezett NER is, és a kormányzás is pláne. És itt arra akarom kifutatni ezt a rövid felvezetőt, hogy azért szerintem az a még problémásabb lenne, hogyha Orbán Viktor évértékelő beszéléből tudnánk meg valamit, amiről egyébként a Sándor palotában született döntés, és ugyanez igaz Balogh Zoltánra is. Balogh Zoltán jelenleg egy református püspök, nem hiszem, hogy a miniszterelnöknek kellene a kormánytól független, az állammal ugyan együttműködő egyháznak a vezetőjébe és a belügyeibe beleszólni. Tehát itt mind a két esetben, mind a részletes indoklással, mind például Balogh Zoltán szerepével kapcsolatban az érintetteknek kell, hogyha valaki tiszta vizet akar önteni a pohárba, akkor ezt megtenni. Neked hiányzik, hogy ebből ezt megtegyék egyébként? Megmondom őszintén, nekem van némi hiányérzetem, ezt őszintén mondom, abban biztos vagyok, és engem meggyőzött Novák Katalin a lemondó beszédében, amit szerintem nem lehet elegszer hangsúlyozni, a politikai felelősségvállalásnak egy igen magas szintje, ha valaki lemond egy nagyon magas pozícióról és távozik a közéletből, tehát hogy ezt azért rögzítsük, hogy ezt az áldozatot meghozta Novák Katalin és a mondhatni úgyis a polgári közösség. De én azt úgy éreztem, hogy van valami magyarázat, csak minden részletet valamiért, és ezt nem tudom én sem, és ez hiányzik, nem oszt meg velünk ezzel kapcsolatban. Ez a döntése megilleti az államfőt, 25-30 év alatt ezt a legtöbbször így történt. Való igaz, hogy ez a mostani, ez egy különleges és a korábbiaknál jócskán botrányosabb döntés volt. Igazán nem lehet panasz most a magyar belpolitikára. Ugye éveken át azt szokattuk meg, az volt a panasz, hogy hát annyira kiszámítható. Ott van egy nagy, masszív kormánypárt, kormányszövetség, a Fidesz-KDNP, az ellenzék megosztott, tehetetlen, tehát nagyjából előre lehet sejteni, hogy a Fidesz rommá fogja verni az ellenzéket. Ehhez képest most a Fidesz került gondba. És ez a gond, ez a nagy gond érezhető volt a miniszterelnök országértékelő beszédéből, hiszen ez a beszéd nem nagyon nyújtott nagy kapaszkodót, nagy lelkesítő erőt, amely kapcsán meg akarná győzni a Fidesz majd az embereket június 9-én, hogy szavazzanak rá. Tehát a Fidesz még most gondolkodik azon, hogy most, hogy ez a két csúfondáros lemondás, vagy ha úgy veszem, plusz fél lemondás Balogh Zoltán részéről megtörtént, hogy akkor most mi a csodát csináljanak. Ugye a gyerekvédelem, mint kommunikációs téma, mint szakpolitikai téma is azért jelentős részben gondba került. A beszédnek a többi része meg alapvetően én azt figyeltem meg, hogy a korábbi Orbán beszédekben szerepelt zöld átállás, brüsszelezés, tehát ezek korábban is megvoltak. Tehát nagyon kevés újdonság volt, talán a Svédország NATO csatlakozását tudnám ide tenni, amikor a miniszterelnök jelezte, hogy közel a megállapodás. De egyébként, tehát az, hogy most új autógyárakat, elektromos autókat kell csinálni nagy tömegben, ez nem egy olyan érzelmileg lelkesítő dolog, amellyel egyébként a Fidesz nagyon jól szokott korábban élni. Tehát ezek inkább ilyen szárazabb dolgok. Tehát én kifejezetten tanácstalanságot éreztem jelenleg a miniszterelnökön, illetve egy ütést, hát nem véletlenül beszélt ugye Tysonról, illetve arról, hogy a padlóra lehet kerülni,
még magas szinten is. Sőt, hát a padló fölött van mindig a politikus valamennyivel, éppen csak hogy. De visszakanyarodva arra, amit mondtál, Dani, valahogy úgy fogalmaztál, hogy ezek az államhölgyek, ezek lemondtak. Őket lemondatták. Ha lemondtak volna, akkor nem kell hamarabb visszajönnie egy nappal a repülőgépnek Dohából. Ha lemondtak volna, akkor megtették volna azután, hogy aláírták ezt a kegyelmi kérvényt, és kiderül, hogy ki ez az ember, de nem ez történt, hanem amikor a sajtóban ez egy héten keresztül nyilvános üggyé vált, akkor voltak valószínűleg kénytelenek lemondani. A lemondás módja az egy más kérdés, abban lehet igazad, hogy elegánsan, méltósággal vonult vissza a pozíciójától a köztársasági elnök, de nem magától. Azt gondolom, hogy azért ebben talán megegyezhetünk, hogy lehet, hogy Orbán Viktor mindenről nem tud, de amikor tud róla, akkor intézkedik. Hát akkor lehet, hogy nem ugyanazt a mozit nézzük, mert erre utaltam a legelején, hogy van egy olyan elképzelés, hogy akármelyik tábban hoznak meg minden döntést mindenkivel kapcsolatban. Hát Novák Katalin Orbán Viktor kiválasztottja volt, tehát ez teljesen hát nyilvánvaló köztársasági elnöki pozícióra. El tudod képzelni, hogy nem Orbán Viktor kérésére távozott? Maximálisan el tudom. Lehet, hogy ezzel akkor itt az asztalnál egyedül vagyok, de szerintem az országban nem feltétlenül. És Varga Juditra is így gondolsz? Rá is így gondolok, de ugye ő jelen állás szerint a Fidesznek egy potenciális EP lista vezetője volt, a miniszterelnök pedig a Fidesz elnöke, hogy mondjam, itt van egy közjogi kapcsolódás ilyen tekintetben is a két szereplő között. A Novák Katalin esetében abszolút meg vagyok, nem meggyőződve, de valószínűleg tartom, és közel biztosra veszem, hogy maga hozta meg a döntést. Nyilván nem lehet elvonatkoztatni attól a turbulenciától, ami az ügy körül kerekedett. De mondom még egyszer az elején, amire utaltam, hogy én azt láttam az ő beszédében, ha tekintetében némi pátosszal fogalmazhatok én személyesen, hogy ő meg volt győződve, hogy annak idején ő a legjobb belátása szerint hozott egy döntést, amiről kiderült mostanra az egész ország számára bizonyosan, hogy ez egy rossz döntés volt, sőt, elfogadhatatlan döntés volt. Azért sok minden mást is következtet, de erről reagálj, mert láttam, hogy gatod a fejed. Igen, muszáj, mert valójában, és erről még nem nagyon volt szó, Novák Katalin nem lett volna köteles lemondani. Tehát közjogilag, tehát az alaptörvény alapján csak nagyon súlyos ok esetén lehet igazából megindítani ellen a megfosztási eljárás, amit egyébként az ellenzék egy része már kezdeményezett, de azáltal, hogy ő lemondott, a Fidesz érdekeinek igyekezett megfelelni. Ő a beszédében utalt is arra, hogy vigyázzik el az államfői hivatal és az egyén szuverenitására. Tehát egy kicsit kikacsintott a nézők felé, hogy hát igen, ez a szuverenitás most nem igazán érvényesült az én esetemben. Sőt, hát azt is mondta, hogy a szuverenitás, ha megsérül, fel kell állni, ezt üzeni az utána. Hát igen, tehát én azt gondolom, hogy persze bizonyítékunk, ennyiben hadd legyek korrekt, tehát a bizonyíték nincs arra, hogy Orbán Viktor felszólította arra, hogy mondjon le, de tekintettel arra, hogy a Fidesz minél gyorsabban túl akart lenni ezen a dolgon, és ugye megmérték azt, hogy Novák Katalin népszerűsége drámaian lesüljed, én nagyon is el tudok képzelni egy olyan beszélgetést, hogy Orbán Viktor megkére Novák Katalint, hogy hát Kati, nincs más választás, mondd le. Az, hogy ez a lemondás azért részben kényszeredett volt, azért is gondolom, mert a köztársasági elnök arcán látszott, hogy meglehetősen nehéz lelki állapotba került, ami érthető egyébként, teszem hozzá, de nekem a beszéd alapján is olyan benyomásom volt, hogy hát nem te 100%-osan önkéntes a távozása. Amit mondtál, arra hadd reagáljak akkor vissza, hogy erről is tudjunk beszélgetni. Azt hitte, hogy egy ártatlannak ad kegyelmet. Valaki félrevezette. Amit tudunk, hogy Balogh Zoltán is azt hitte, hogy egy ártatlannak kér kegyelmet. Hát ő fogalmazott így egészen igen. Konkrétan, Novák Katalin azért nem használta ezeket a szavakat. Igen. De hát az igazságügyminisztérium egy nagyon komoly paksamétet, valamint a teljes ítéletet felterjeszti ilyenkor a köztársasági elnöknek, ahol egy stáb dolgozik utána azon, hogy ő mit találcsoljon a köztársasági elnöknek. Itt senkinek nem tűnt fel. Tehát úgy írt alá a köztársasági elnök egy dokumentumot, hogy a mögé kerülő számtalan bizonyítékot meg se nézte senki.
Hát nem voltam ez ott. Logikus, ez logikus. Erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Hát újságíró vagy, tehát hogy ez egy logikus kérdés újságíróként, nem? Persze, és ezt a kérdést teszi föl az elmúlt napokban és hetekben nagyjából mindenki. Amikor azt mondtam, hogy nekem is van némi hiányérzetem, akkor pontosan az ilyen kérdésekre adandó válaszok hiányoznak. Ezzel valóban adós a Sándor Palota vezetése. Ettől függetlenül mondjuk, hogy nézőpont kérdés, hogy ki mit olvas ki ebből a történetből, a jóhiszeműség ellenére elkövetett rossz döntést is. De ez azért ijesztő, mert a többi kegyelmi döntés mögöttesét sem tudjuk. Tehát azt tudjuk, hogy hány kegyelmi döntést hozott, ebből ismerünk kettőt a maga furcsa módján, az egyik a szóban forgó ember, aki társtettes volt bizonyos mértékig a pedofil bűncselekményben, a másik egy takarítónő, aki a bíróságon nézett bele olyan dokumentumokba, amiket semmi köze nem volt, és ugye ott vannak torockaiék, ott budaháziék. Igen, de itt ugye kézkezett... És még van egy csomó döntés, amiről szintén nem tudunk. Döntéseit sem igen, ismerjük. De itt ez ugye ez azért speciális dolog, és nagyjából azért ma már összeállt szerintem a kép. Kézkezett most. Méghozzá református kéz mosott, református kezet, hogy úgy mondjam, hiszen ugye most már azt tudjuk, hogy Balogh Zoltán javasolta, mint tanácsadó Novák Katalinnak a kegyelemnek a megadását. Tudjuk azt, hogy Kárendrei református családból, vagy legalábbis református környezetből származott, és Novák Katalin szintén református. Tehát azért jó alappal vélelmezhető, hogy itt azon túl, hogy ismerősnek az ismerőse, ugye Magyarország alapvetően a berögzöttségeiben mutyi ország, és itt a ismeretségi kapcsolatok nagyon fontosak, természetesen a politika sem kivétel ez alól, és hát itt ugye miután ismerik egymást az emberek, és miután azt lehet tudni, hogy Balogh Zoltán és Novák Katalin között milyen szoros kapcsolat volt, ezért már nem is annyira meglepő, hogy KND-nek kegyelmet adtak, de van még egy szál, amire az előbb erős mondatok utaltak. Voltak így a reformátusok szinte kollektív megbélyegzésével és hasonlókkal. Hát fenntartom a véleményemet, mert most nyilván nem arról beszéltem, hogy az összes református ilyen gyanúba került, de a főszereplők, akik ebben a kegyelmi botrányban részt vettek, azok jelentős része, bocsánatot kérek, de református, de volt még egy szál, amire utaltál, nevezetesen, hogy miért mehetett még át ez a dolog, ugyanis egy KNRE-nek tulajdonított hosszú bejegyzés, amelyet ugye azóta már töröltek, az részletesen leírja, hogy szerinte jogi sértések sorozata történt. Vélelmezhető, hogy az ügyvéd, aki megfogalmazta ezt a kegyelmi kérvényt a köztársasági elnök felé, szintén azt írta, azt vezette le, hogy itt a bíróságok nagyon hanyag munkát végeztek. Na, közben a kúria is jóvá hagyta az első és másodfok döntését. Hát jóvá hagyta, de ettől függetlenül, amikor Balogh Zoltán arról beszélt, hogy ő azt gondolta, hogy ártatlanul ítélték el ezt az ember, akkor erre utalt, hogy bizony a bíróságok munkájával van gond, és arra hadd utaljak egyébként, hogy mielőtt Vargasi András került volna a kúria élére, a Fidesz vezetőinek eléggé bögyében voltak a bíróságok, különösen a kúriának a tevékenysége. Köré László szájából én magam hallottam hosszú évekkel ezelőtt, ahogy több mondatban elég hevesen bírálja a kúria tevékenységét. De most ezzel azt mondod, hogy K. Endre ártatlan? Én azt mondom, hogy van olyan felfogás a fideszes körében, vagy volt olyan, hogy a kúriában nem végeztek munkát. Ez nem az én véleményem, mert valóban a kúria megalapozottlannak ítélte. Na, hadd mondjak két dolgot. Az egyik az az, hogy mire a kegyelmi döntés megszületett, addigra K. Endre otthon volt. Erről mindenki azt gondol, amit akar, miközben börtönben lett volna még a helye. Nem, ő házi őrizetben hát volt otthon, már. Otthon igen. Volt. A másik pedig, hogy nekem van egy ügyvéd barátom, ő azt mondja, hogy ő még bűnös sosem védett, csak ártatlan. Minden esetre neki azért volt fontos az a kegyelem, hogy priusza már ne legyen és tudjon dolgozni. Értem, de hogyha itt most belemegyünk ebbe, akkor az azt jelenti, hogy ha ebben az esetben bizonyosan a bűnösséget kimondó ítélet megkérdőjelezhetetlen, akkor például a Fekete Győr András esetében is az, már pedig ő koncepciós eljárásról beszélt. Ez még csak első fok. Arról van szó, nyilván, majd meglátjuk hogy a vádlottak, az elítéltek általában valóban nem nagyon találkoztam meg olyan, hogy azt mondja, hogy elégedett vagyok az ítélettel, valóban ez is ez miatt engem oda
küldenek, ahova való vagyok, ez elég ritkán fordul elő. Tehát az, hogy Kándra az ártatlanságát bizonygatja, az szerintem alapvető része ennek a történetnek. Mint hogyha a református püspök is ezt visszhangozta volna, hogy lám, hát én azt hittem, hogy valójában egy ártatlan emberről van. Hát a jelek szerint Kándra őt meggyőzte. A tekintetben, hogy hogy járunk ki kegyelmi döntéseket, anélkül, hogy az ügyet ismernénk. Jó, egy másik téma ugyanezzel az üggyel kapcsolatosan, volt egy nagy tüntetés a Hősök terén, nem menjünk bele a számháborúba, valószínűleg a minden idők legnagyobb tüntetéseinek egyike volt. És ezt a tüntetést nem pártok szervezték, nem ellenzék vagy kormányoldal, ezt a tüntetést influencerek szervezték, akik a YouTube-on tartják a kapcsolatot, javarészt meg az Instagramon, meg a TikTokon az ő követőikkel. Ami azt mutatja, hogy van egy másik nyilvánosság, aminek semmi köze nincsen azokhoz a politikai pártokhoz, ahhoz a politikai világhoz, amiben a pártok, a politikusok javarészt mozognak. Én azt gondolom, hogy azért szinte valamennyiüket követtem egyébként a munkásságukat az érintett influencereknek, és hogy ha nem is pártok köré szerveződve, ezért alapvetően egy ellenzéki attitűdű, ellenzéki gondolkodású személyekről van szó, és valahogy az egész tüntetést is nyilván érthető okokból az ellenzéki attitűd lengte körül. Valóban egy kritika szerintem az, hogy ez relatíve sikeres volt, hiszen megtöltötték a Kossuth teret, az még előttünk van. A Hősök terét ezek a szervezők, az egy erős kritika talán az ellenzéki pártok felé is. Meglátjuk, hogy ők mire lesznek képesek ilyen mozgósításban vasárnap, mert akkor lesz ugye egy tüntetés. Hát igen. Úgyhogy az ügy, amiért kiálltak, azzal nem lehet nem egyetérteni. Én azt gondolom, hogy nemes gesztus elkezdeni gyűjteni valóban a gyermekek számára. Én visszahoznám az évértékelőt azért, meg előtte még a kormányinfót, azért elhangzott, hogy ha valamire jó ez az ügy, akkor arra biztosan, hogy most egy nemzeti egység van ténylegesen a gyermekvédelem mellett, és én ezt nem akarom eléggé hangsúlyozni ennek a jelentőségét. Ha tényleg most át lesz tekintve végre, szerintem nem először az elmúlt 10x évben, de komolyan a gyermekvédelmi ellátórendszer kapnak egy komoly figyelmet azok a gyermekek, akik ebben részt vesznek, illetve kénytelenek ellátásra szorulnak, árvák nehéz helyzetben vannak, és a kormányzat részéről és a civil társadalom részéről is egy nagyon komoly figyelem irányul rájuk, az egy pozitív kicsengése szerintem ennek az egyébként tényleg valóban politikai és emberi szempontból is terhes történetnek. És én azért kihallottam ilyen szándékokat ebből a tüntetésből, bár volt azért elég sok mellékzőnge, például az egyik szervező ott Orbán Viktor halálával viccelődött egy beharangozó videóban, meg birkázta a Fidesz szavazókat. Én azt gondolom, hogy ezek szerintem elviszik rossz irányba az ilyen kezdeményezéseket, de ezek ellenére is legyünk, vagy legyek én is, hogy mondjam, jó hiszemű, hogy ez egy jó ügy. Kíváncsi vagyok, hogy meddig tart ki, és kíváncsi vagyok, hogy az ellenzéki pártok mit tudnak felmutatni, mert nyilván itt egy politikai ellenállást és egy politikai aktivizmust kell most mutatni. Én azt gondolom, hogy a közvetlen államfőválasztásért indított aláírásgyűjtés az nem a legkreatívabb módja a történtek lereagálásának, de ez itt már az ellenzéki politizálás terepe, rajtuk a sor. Ha mondjuk abból a szempontból izgalmas lesz, hogyha minden igaz a frakciülés után, megtudjuk, hogy ki a Fidesz köztársasági elnök jelöltje, és hát az egy másik dimenzióba helyezi a közvetlen köztársasági elnök választásért zajló kampányt, hogyha ő egy olyan jelölt, akin az ellenzék is nehezen talál fogást. Ha pedig nem olyan jelölt, akkor pedig egy új lendületet adhat, úgyhogy ez egy érdekes kérdés. Attila, bocsáss meg. Semmi, sőt, akkor kapcsolódnék ehhez. A köztársasági elnök személye nagyon fontos a Fidesz szempontjából, hogy végre maga mögött tudja ezt a botrányt, mert egyelőre nem tud szabadulni, én úgy látom, a Fidesz a kegyelmi botránynak a következményétől. Ha viszont képes volna valóban egy olyan szemét a köztársasági elnöki pozícióba megválasztatni, aki tényleg tekintélye széles körben elfogadott, vagy elfogadott lehet, akkor az megnyitja az esélyt a Fidesz számára, hogy végre túl legyen ez a botrányon. Lássuk be, hogy ez a botrány megzavarta a Fidesz európai parlamenti és önkormányzati választási kampányát. Hát ez nem volt benne a tervben, hogy két fontos reménybeli politikusok lemond, mert azt még nem mondtuk el, tehát mind Varga Judit, mind Novák Katalin, az a Fidesz reménysége volt velük, hosszabb távon számolt Orbán Viktor. Hát ő maga mondta a Tusványosi egyik pár évvel ezelőtti beszédén, hogy a
NER, a Fidesz 2060-70-ig számol, hogy hatalmon lenne, és ehhez kellenek azok a fiatalabb politikusok, akik majd Orbán Viktor után is képesek biztosítani az utánpótlást. Ezt Orbán Viktor felvázolta, csak erre kevesebb figyelem terelődött annak idején. Na most ez a két politikus lett volna az többek között szerintem, akik például Orbán Viktor után tudták volna továbbvinni a Fidesz kormányzást, ami meg a tüntetés illeti. Hát azért lássuk azt is be, hogy ez a tüntetés valóban akkora nagy volt, hogy ez egy komoly figyelmeztetés volt a Fidesz számára, még akkor is, hogyha ez alapvetően kormányellenes, vagy legalábbis kormánykritikus tüntetés volt, hiszen különösen Pottyondi Edina felszólalása tartalmazott egy általánosabb, meglehetősen metsző kormánykritikát. És Pottyondi Edinához még hadd kapcsolódjak, egy remekbe szabott beszéd volt, egy olyan nagy hatású beszéd volt, hogy állítom, hogy az elmúlt 13 év tüntetéseinek az egyik legjobb beszéde, ha ugyan nem a legjobb beszéde volt, érzelmekre ható volt, metsző kritika volt, nagyon hatott ránk, tehát én meg kell, hogy mondjam, hogy párszor újra néztem, mert ez egy rendkívüli beszéd volt, amit Pottyondi Edina hatása alá került. Nekem mondom, sem kevésbé tetszett, és az a mondata, hogy az egész magyar államot szörnynek tekintette, nem csak a gyermekvédelmi rendszert, ha ebből indulunk ki, a postások, rendőrök is oda tartoznak. Nyilván nem ez volt a szándéka. Igen, annak kapcsán. De azért ez a mondat nekem erős volt, nem tetszett annyira, mint a miniszterelnök beszéde, de hadd legyek én elfogult. Kacsó Dániel és Nagy Attila Tibor voltak a vendégeink, köszönöm nektek a beszélgetést. Köszönjük szépen.